Sziasztok, megint én vagyok. Ismét voltunk a Médiamárkban párommal, és vettünk egy ilyen hajnyírót, mert a régiből nem hullott ki a haja a tavágó résznél. Testvéremnek ilyen van, 5 évig bírta neki, 2 fia van, és még az egyik ismerősnek is levágta vele sokszor a haját. Na akkor ez is egy ilyen unboxing. Hát megnézegethetjük a dobozát is, de szerintem mindenki arra kíváncsi, hogy milyen maga a gép. Akkor kibontjuk most. Muszáj volt venni egy másikat, mert már rossz volt mindig lázogatni kellett kifele a hajat, megállni vele a hajnyírással. Maga a doboz már üres. Ezt félre is teszek. Hát van benne egy ilyen kis füzet lapocska, ami használati útmutató szerintem, de hát ez egy ilyen nagyon nagy lepedő, de már én ezt nem is mondtam ki nektek, hanem ide letesszük oldalra. Hát szerintem ez is egy ilyen használati útmutató. Van rajta több nyelv, tehát tudom, hogy magyar lesz-e benne. Hát van itten sok ilyen. Hát van benne egy ilyen kis kefe, ez ilyen jobbnak látom, mint a másik bobolt, ami nekünk volt. Ez ilyen jobbnak tűnik. Hát van egy ilyen töltőkábele. Hát amit a, ez ugyanaz szerintem, ami a másiké. És vegyük ki maga a gépet, és a doboz üres. Ezt is oldalra tesszük. Na, erről beszéltem nektek, hogy itt a miénken hosszabb, és így felfele áll egy kicsit, és itt megakad benne szépen a haj, nem hullik kifele. Szerintem ez már jó lesz. Ki fog hullani benne. Hát itt tudjuk állítani a... Ja, ez húzni kell szerintem, nem tudom. Jaj, de buta vagyok, hát itt kell nyomni ezt. Látjátok? Ez a bekapcsoló gombja. Hát ez csak akkor működik, hogyha be is dugjuk. De remélem, hogy jó lesz ez a gép, kis gép. Mert nem fogok vele küszködni, hogy mindig meg kell állni, hogy a haj kihújjon belőle. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Sziasztok!